végignézünk ezen a plakáton, csupa vidámságot ígér le a Filmszínház befogadó színházi új évada, mely immár a 6. a sorban. A felhőtlen szórakozás. Jászberénybe idén is elhozzuk a felhőtlen szórakozást, úgy gondolom az előadások által. Nagyon sok tapsot, nagyon sok nevetést és nagyon sok zenét ígérhetünk. Az évadnyitó premierre érkező létszámból látszott, hogy a Teltház garantált lesz a József Attila Színház tájolására. Mert nagyon jó ide járni, és tavaly is annyira jó darabok voltak, és ezt az idén is kihasználjuk. Nagyon jó, úgyhogy minden évben megvesszük a bérletet. Ugyanezt tudom én is mondani. Nagyon szeretünk ide járni. Az évadtervezés sosem könnyű, pláne egy vidéki városban, ahol nem áll rendelkezésre minden nap színház, de a felmerülő igények mellett az ízlést is formálni kell. Nagyon jól tudom, hogy és nagyon jól hangzó hivatkozási alap, hogy szórakozni szeretne a közönség, és sajnos ma már egy vígjátékban látja mindezt a kikapcsolódást, de meggyőződésem, hogy egy veretesebb mű, vagy egy olyan vígjáték, amiben azért van egy-két olyan gondolat, amivel hazamegyünk és tudunk tovább foglalkozni, ez mindenképpen fontos feladat. Pont ilyen darab a Sóska sült krumpli című komédia, amely egyszerre édes is, sós is, kesernyés is, pont amilyen a címben szereplő étel. Nem csak Károly tapsos antréja a komédiában, mely három játékvezető konfliktusain keresztül mutat görbetükröt a társadalomnak, az ismert férfi típusok életén keresztül, a Bozsó Péter és Karácsony Zoltánnal kialakult remek hármasban. Van egy fantasztikus kohézió hármunk között, amiben rengeteg csipkelődés, gyakorlatilag ugyanaz a hangulat, mint amit egy öltöző mutat. Jó magam abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a 90-es évek elejétől kezdve több mint 10 évig tagja lettem a Vasas Öregfiúk csapatának, és hát gyakorlatilag hasonló mentalitású bírók és partjelzők bíráskodtak a mi meccseinken is, mint amit majd itt ma este a közönség láthat. Tényleg nem tudjátok, ki lesz az ellenőr? A bitőnő. Nagyszerű. Volt a bírod vele? Utkán a második perchez beírtak, de vattam sárgát. Kérdeztem tőle a szövetségben, hogy miért kellett volna. Azt mondja, hogy megfogjam a meccset. Hát mondom, még nem is volt szabálytalanság. Azt mondja, nem baj, meg kellett volna előzni. A barom állatja, mi? Nem normális, az biztos. Gábé, kész? Ki nem teljesedő, lecsúszott egykori bíró, a törtető alfahím és a megtiport művész lélek hármasában érezhető volt. A 18 éve futó darab 400 alkalmának rutinja, annak ellenére is, hogy kissé lassan hangulódott egymásra az előadás és a közönség. Órákig el tudnám nézni. Ez tényleg kettő? Te nincs! De sűrített, jó lesz, pár perc. Két adag, akkor ki nem iszik? Én. Az ifjúságnak kell az energia.